Több mint 260 millió forint értékű pályázatot nyert az elmúlt héten az önkormányzat. A város működési hiányát csökkentő önhiki pályázat és a belvíz elvezetés javítását célzó pályázat is sikerrel járt. A hírt ma reggel Dombi Imréné polgármester erősítette meg televíziónknak. Az elmúlt napokban kaptuk meg az önhiki pályázatunknak az eredményét, melyben értesítettek bennünket arról, hogy az önkormányzatnál beadott pályázat 67 millió 865 forintot érdemesnek ítéltek arra, hogy a működési hiányunkat pótoljuk. Én azt gondolom, hogy ennek az összegnek nagyon kell, hogy örüljünk, hiszen az első fordulón vagyunk túl, és ez egy nagyobb összeg, amivel tudjuk pótolni a működési hiányunkat. Tehát évelején, amikor a költségvetésünket terveztük, akkor az induló hiányunk 385 millió forint volt. Tehát innen kellett, hogy kiinduljunk, és ebből az összegből kerültek visszaosztásra az intézményeink felé a hiányok. 8,58%-ot tudtunk az intézményeinknek hiányként visszaosztani, illetve amit nagyon nehezen éltek meg a képviselők is, hogy az önként vállalt feladatokból 20%-kal vissza kellett, hogy lépjen az önkormányzat, hiszen ezeket a hiteleket ki kell, hogy gazdálkodjuk. A holdingtól is visszalépésre került 10 millió forint, tehát úgy döntött a képviselőtestület a költségvetés elfogadásakor, hogy 10 millió forinttal csökkentjük a finanszírozását a holdingnak. Tehát így a visszaosztások után maradt meg ez a 150 millió forint az önkormányzatnál, amit év végéig, illetve december 21-éig a folyószámla és a működési hitelünk lejártáig ki kell, hogy gazdálkodjunk, és a 150 millió forintból nyertük meg most ezt az összeget. Egy másik nyertes pályázata is van a városnak, a belvízelvezetés célzó beruházás. Ezzel kapcsolatban a múlt héten érkezett az értesítés, ha jól tudom. Mit takar ez a beruházás tulajdonképpen, és mekkora összeget nyert Püspökladány? Az elmúlt évben egy nagyon nagy esőzés volt Püspökladányban, amely ott a Szabó Pál utcát érintette, és úgy döntöttünk, hogy a következő lehetőségnél mindenképpen be fogjuk adni azt a pályázatot, amely a belvízelvezetésre vonatkozik. Ez tavaly évben meg is történt, tehát be is adta az önkormányzat ezt a pályázatot. 90%-os támogatású ez a pályázat, tehát 10% önerőt kell, hogy biztosítson az önkormányzat a pályázathoz. Tehát novemberben beadtuk ezt a pályázatot, és márciusban értesítették az önkormányzatunkat a pályázat kiírói, hogy sikeresnek találták ezt a pályázatot, amit beadtunk, de forrás hiányában nem tudnak bennünket támogatni, hiszen elfogyott az a forrás, amit a pályázatra tudnak fordítani. Megmondom őszintén, hogy ekkor egy kicsit elkeseredett az önkormányzat, hiszen egy nagyon jól megírt pályázatról van szó, csak a források miatt ugye nem tudjuk ezt megvalósítani, és sikeresen úgy alakították a dolgokat, hogy feltöltötték ezeket a pályázati forrásokat, és most júniusban kaptuk az értesítést, hogy a források ismételten rendelkezésre állnak a pályázatnál, és így Püspökladány nyertesként jöhetett ki ebből a pályázatból, és az összeg, amit megnyert Püspökladány, 180 millió 202 ezer forint. Most kaptuk meg az értesítést pénteken, a támogatási szerződést egy hónapon belül kell, hogy aláírja az önkormányzat, és amikor a támogatási szerződést aláírtuk, akkor utána indulhatnak azok a fajta közbeszerzések, ami a beruházásnak az első lépése, és én bízom benne, hogy hamarosan el tudjuk indítani a beruházást, és türelmüket kérjük még akkor az ott lakóknak, de mindenféleképpen meg lesz oldva ez a belvízelvezetés, és hiszem, hogy nem fog többet ilyen előfordulni azon a város részen.